so mit der Mannschaft irgendwie gewonnen. Ich denke schon, Schlüssel zum Sieg war unsere gute Abwehrleistung. Natürlich Markus im Tor. Und im Angriff war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel und vielleicht diese Kleinigkeit, ein paar Feuer oder ein paar gute Parallel vom Torwart. Und am Anfang haben wir, denke ich, schon gut zurecht mit Aljovic, aber dann Fazekas hat gute Linie gestellt und wir hatten Probleme, aber am Ende vielleicht Glück war auf unserer Seite. Bin ich richtig zufrieden. Wir brauchten diese zwei Punkte. Ich hoffe, dass wir diese Leistung behalten. Und natürlich diese Verletzung von Bruno Sormann ist das für uns schwer, aber ich hoffe, in 10 Tagen kommt auch Koschinski, dann werden wir wieder praktisch alle Mannschaft zur Verfügung. Nochmal zu gutes Spiel und sehr gute Atmosphäre. Es ist immer schön in dieser Halle, das ist richtig sehr gut ambient. Dankeschön. Először is, hogy egy vacsorában mindig nagyon jó a hangulat és nagyon jó, hogy kézilabdázni. A mérkőzés lefolyásával kapcsolatban annyi, hogy az Aljovics először ugye számítottak rá, de nem olyan jó védett nehézségei voltak a vezetésük a csapatnak, azonban az ő kapusuk Márkusz és a csapat kiválóan teljesített, tulajdonképpen a támadásban két egyforma kiegyenlített játék volt, a játékból a szerencsésebb csapat tudta megnyerni a mérkőzést. Utána arról beszélt, hogy az Orman körülbelül 10 nap múlva a sérülése talán nem olyan súlyos rendelkezésre fog állni, és nagyon örülök ebben az atmoszférában, ebben a fantasztikus hangulatban győzni tudott a csapaton. Ist das natürlich unglaublich zu spielen in so einer schönen Atmosphäre, wie Bogdan aussagt. Und das ist nicht oft, dass man von hier geht mit 2 Punkten. Und das ist erstmal ein riesen Erlebnis. 2 Punkte hier zu holen, das werden nicht viele Mannschaften machen. Und wir brauchen auch diese 2 Punkte unbedingt. Und das war heute ein Abwehrschlag, das war kein schönen Handball, aber das war ein Spiel für Männer und das ist am Ende für uns. Dann wünsche ich West Bremen viel Glück nochmal im Turnier. Für Stiegler innen kevesen visznek el 2 pontot, és ebben nagyon örül, és szerencsésnek tartom annát, hogy ebben a változó minőségű mérkőzésből ők győztesek kerültek ki. És gratulálunk, és gratulálunk nagyikkal ezúttal. A mérkőzés a várt nehézségi fokon zajlott, hiszen tudtuk, hogy a kiátsz egy rendkívül jó szervezett és folyamatosan építkező kézilabda csapat, mert minden pozíción nagyon erőteljes fizikumú és jó képességű emberekkel fölépített. Drużyna kielecka bardzo od dawnego czasu się rozwinęła, bardzo dobrych mają zawodników i naprawdę byliśmy zaskoczeni tak dobrą naszą grą. Azt is tudtuk, hogy az Európa Bajnokságon az itthon maradók, a magyar válogatottban és a külföldön lévő játékosoknak az ilyen hőfokú mérkőzése van, az összjátéka bizony időt igényel, és a mai mérkőzésen ebből elég komoly deficitet talál. Troszeczkę to, że były mistrzostwa Europy, to troszkę w przygotowaniach niestety nam utrudniło, dlatego że jednak zawodnicy koncentrowali się na tej czerze z połowy i niestety w tych mistrzostwach i nasze drużyny jakoś nie poszło. Ja z gondolom, hogy az történt, amit vártunk, egy nyitott emberfogásos 5-1-es eltolt zavaró vélekedés, és félig emberfogásos, ami ellen bár vártuk és kalkuláltuk ezt a védekezést, nem tudtunk egy ideig hatékonyan egy kézilabdát. Niestety, przed obroną polskiej drużyny nie potrafiliśmy się przygotować do niego. Dużo było takiej obrony, która nie pozwoliła naszym zawodnikom iść do przodu. Aztán úgy gondolom, hogy megtaláltuk az ellenszerét, és folyamatosan építettük fel a mérkőzés, lehetőségünk volt, emberelőn, 2-es emberelőnnél megfelelő
különbséget kiépíteni, nem éltünk vele nagyon gyorsan. Przez długi czas jednak mieliśmy prowadzenie, więc jednak udało nam się polską obronę pokonać i kiedy mieliśmy dwóch zawodników więcej, to jednak ta różnica goli nawet doszła do kilku. A végjátékban az ellenfelünk taktikusan kézilabdázott egy-egy elleni akciókkal eredményesen. Bardzo chwalę grę końcową, kiedy te akcje były bardzo dobrze zorganizowane i bardzo dokładne. Czyli a kezünkbe lévő utolsó lehetőségeink, az indításaink nem sikerültek, és nem tudtuk a... I ostatnie, a nasze ostatnie gry, kiedy dostaliśmy piłkę i mogliśmy iść do przodu, niestety kończyły się fiaskiem. Gratulálunk a... Bardzo, bardzo gratulujemy takiej naprawdę wspaniałej... ...szervezet és óriási küzdelem, ez mind a két csapatnak. Ja uważam, że jednak nie tylko gra Polaków, ale gra Węgrów też była bardzo dobra. Czyli oni też się starali, też chcieli. Punkto szopczopa, nie? Niestety, ale drużyna w tym wypadku, lepsza drużyna zwyciężyła i to tylko tyle mogę o tym powiedzieć. Bardzo bym chciała gratulować też drużynie Polski. Ja azt hiszem, hogy hazai pályán 24 gólt kaptunk, jól tudom, ugye 24 gólt kaptunk, ezzel mérkőzés is kellett volna nyerni, vagy lehet nyerni. Sajnos a támadó játékunk az nem úgy alakult. Tutaj w naszej hali to, że dostaliśmy 24 gole, to rzadko się zdarza, chociaż mogliśmy ten mecz wygrać. Ez az 5-1, vagy ez az emberfogás nagyon megfogta a csapatot támadásba. Sokszor lassabb volt, akinek passzolni, és... Nie mieliśmy komu piłki przekazywali, dlatego że naszych zawodnicy po prostu byli zatrzymywani przez Polaków. És igazából 60 percen keresztül egy-egy ellenerőt köttünk. Właściwie przez te 60 minut jedna i druga drużyna bardzo się namęczyła, żeby jakoś iść do przodu. Musiała dużo wysiłki robić, żeby móc do przodu iść. Czyli így azt mondom, hogy... nem is nagyon volt nem esélye nyerni, amíg így játszunk. Úgyhogy muszáj valamit kitalálnunk, és... W tym meczu niestety uważam, nie mieliśmy szans na wygranie, ale musimy jakoś się z tego podnieść i w dalszych eliminacjach, grać lepiej i dostać się do następnych finałów. Dziękuję.